Kedves megjelentek, 1926 óta, közel 100 éve áll városunk főterén Fetter Károly szobrászművészünk alkotása. A bronzba öntött két katona alak, amint az űrmester karjaiban összecsuklik a halálosan sebzett fiatal honvéd, megtört szeme békülő tekintettel néz az új, az örök hazafelé, és teste csúszik lassan-lassan az anyaföld felé. A Dombóvár központjába érkezők felé néz ez a két katona, akik a világháborúk szimbólumaivá magasodtak. Takács Istvánné helytörténész emlékezett halottak napjához közeledve hősi halottainkra, akiknek nyughelye nem ismert, több esetben külföldön található. Tehát ez a megrendítő alkotás dombovári szobrászművész Fetter Károly alkotása volt, és 1945-ig itt, ezen a helyen mindig virágerdő volt. Mécsesek százai világítottak a május végi hősök emlékünnepen és a halottak napja előtti időkben, mert hogy nagyon sok család veszteséggel bírt, fájdalmas veszteséggel. 1945 után sajnos ez a szép hagyomány megszűnt. Olyan idők következtek, amikor csak a szovjet katonai hősöket szabadott megbecsülni. Aztán eljött a rendszerváltás, és újra élt a hagyomány. Fetter Károly alkotása kiegészült annak a 172 dombovári hősi halottnak a nevével, akik a két háború valamelyikében adták életüket a hazánkért. Ez a szobor az ő jelképes nyughelyük. Ez több mint két évig tartó munkánk volt, Szőke Sándorné Marika néni vezetésével, és ebből 91-ben könyv is lett, illetve emléktáblára véstük a neveket, amelyek itt kaptak helyet a hősök szobrán. És azóta mi tulajdonképpen egyesületi tagok mindig egy kicsit ilyen szent kötelességnek érezzük azt, hogy májusban és halottak napja környékén a megemlékezést megtegyük. Hiszen az a több mint 1100 halott, áldozat, mártér, hős, akit vesztett Dombóvár, azok legnagyobb része mind a határon túl, nagyon messze és ismeretlen helyen nyugszik. A harmadik éve próbáljuk bevezetni azt, hogy ezen a rendezvényen szót adunk azoknak a dombováriaknak, akiknek az ősei között volt katonai résztvevő vagy áldozat. Ma Tóth Ferenc újdombovári lakos fogja elmondani a családban dédelgetett emlékeket, és osztja meg majd velünk. A megemlékezés része volt Dombovár város önkormányzata, valamint a Dombovári Városvédő és Városszépítő Egyesület által szervezett rendezvénysorozatnak, amely a halottak napi ünnepkör köré szerveződött.